Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! 19 órakor Önök a Trio Televízió hírmagazinját, a Kiskun Krónikát látják, főbb témáink címszavakban. Ünnepélyes keretek között átadták a Komplex Teleprogram részeként megvalósult csillagszolgáltató pontot. Szeptember 20-án tartotta meg a Halesz és a Nagyszülő úti gazdakör a hagyományos szüreti felvonulást Félegyházán. 4-2 arányban megnyerte a 2014-2015-ös idény első hazai mérkőzését az Astra HFC női futszál csapata a BME együttese ellen. Átadták a Komplex Teleprogram részeként megvalósult csillagszolgáltató pontot. Beszédet mondott Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára és Kapus Krisztián Félegyháza polgármestere. Az épületet Kisrigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke szentelte meg. A teleprogramra elnyert közel 150 millió forintot a hátrányos helyzetben élő emberek felzárkóztatására fordítja az önkormányzat, önerőt nem kellett biztosítani. Aki Magyarországon dolgozni akar, az a kormányzatban biztos szövetségest talál, jelentette ki ünnepi beszédében az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta, az országban 400 ezerrel dolgoznak többen, mint 4 évvel ezelőtt. Közülük 200 ezeren a közmunkaprogramban vesznek részt, szintén 200 ezeren pedig a versenyszférában helyezkedtek el. A politikus szerint az adófizetés szempontjából is fontos, hogy ezek az emberek bejelentett állással rendelkeznek. Az állam egyebek mellett ebből a bevételből fedezi a lakhatási körülmények javításához, valamint a különböző felzárkóztató képzésekhez szükséges forrást, tette hozzá Rétvári Bence. Jó példa arra, hogy egyfajta életmódváltásban, egyfajta jövő adásban, remény adásában előrébb lépjen ki egy-egy lépéssel, egy-egy szelettel, hiszen gyermeket vállalni, családot alapítani úgy lehet, ha annak vannak biztos alapjai. Ha a gyermeknek van honnan iskolába indulni, van hova áthívni a barátait, ismerőseit arra, hogy játszanak, ha a családnak van egy biztos olyan lakhatási körülménye, amire a jövőt alapozni lehet, és ez csak akkor működik nyilván, hogyha biztos munka is társul ehhez. Ezek a Komplex Teleprogram februári nyitórendezvényének képei, amelyet a Volt Bankfalui Általános Iskolában tartottak meg februárban. Azóta már befejeződött az építőipari képzés, amely az elhelyezkedéshez nyújt segítséget a résztvevőknek. Dongó József, a 6-os számú választókörzet önkormányzati képviselője a csillagszolgáltatópont átadásán az önkormányzat szerepvállalását méltatta beszédében. Félegyháza polgármestere köszöntőjében kiemelte, a teleprogram célja a hátrányos helyzetben élő emberek felzárkóztatása. Kapus Krisztián hozzátette, a lakhatási körülmények javítása is megvalósulhatott a projektnek köszönhetően. Mint mondta, az új Széchenyi terv közel 150 millió forint összegű támogatásához a város önkormányzatának nem kellett anyagilag hozzájárulni. A szolgáltató pont az Alpári út 1/B szám alatti lakótöm 2 földszinti, súlyosan lepusztult lakatlan bérlakásában került kialakításra, irodák, közösségi fürdő, mosóhely, tanulószoba és projektiroda. Ugyanezen több lakás emeleti szintjén 2 darab lakott lakás, valamint az Alpári út 1/A szám alatti jelenleg 4 darab lakás homlokzati nyílás zárójának cseréje valósult meg a célcsoport bevonásával, akik az építőipari képzés során gyakorlati idejük alatt valósították meg ezt a tevékenységet. A beszédeket követően Kisrigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke szentelte meg az épületet, majd sor került a nemzeti színű szalag átvágására. A csillagszolgáltatópont közösségi térként fontos társadalmi feladatot lát el. A városrészben élő hátrányos helyzetű emberek programokon vehetnek részt, de akár a hivatali ügyintézésben is segítséget kaphatnak. Megsérült egy 7 bár nyomású gázvezeték, emiatt mintegy 10 méter magas gázoszlop tört fel a földből Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár között szeptember 20-án. A félegyházi hivatásos tűzoltók percek alatt kiértek a helyszínre, 2 vízsugárral védték a területet a robbanás veszélytől, a közelben lévő tanyáról 1 embert kellett kimenekíteni. A gázszolgáltató szakemberei elzárták a meghibásodott vezetéket, majd megkezdték a javítást. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A katasztrófavédelem a vonat közlekedést is leállította Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között. A munkálatok elvégzése után újraindult a vasúti forgalom.
További rövid híreink következnek immár képekben is, amelyben szó lesz a szombaton megrendezett szüreti felvonulásról, a félegyházi vasutas megye 2-es labdarúgó csapatának Pálmanostora elleni találkozójáról, valamint a jövő bajnokai Diáksport Egyesület felkészülési mérkőzéséről. Szeptember 20-án tartotta meg a Haleszi és a Nagyszőlő úti gazdakör a hagyományos szüreti felvonulást Félegyházán. A látványos programon közel 30 fogat vett részt. Sok érdeklődő tekintette meg a felvonulást a Kossuth utcán. A Szent István templom előtt Hajagos Gyula atya szentelte meg az idei szőlőtermésből készült bort. A város vezetése a polgármesteri hivatal előtt köszöntötte a fogatokat és a népviseletbe öltözött fiatalokat, akik a szüreti népszokásokra jellemző táncelőadással szórakoztatták az érdeklődőket. A hagyományőrző rendezvény este szüreti mulatsággal ért véget. 3-1 arányban vereséget szenvedett a félegyházi vasutas a Pálmanostora otthonában. A Loki több bírói döntést is számon kérhet a játékvezetőn. A hazaiak első félidőben szerzett gólját vitatott szituáció előzte meg, ráadásul szintén az első játékrészben hátrányba került a vasutas. Abonyi utolsó emberként szabálytalankodott a Pálmanostora játékosával szemben. A második félidő hazai találattal kezdődött, majd egy újabb vitatható szituációt követően 3 gólosra növelte előnyét a Pálmanostora. Ezt követően a Loki szépített, de nem volt esélye az egyenlítésre, így vesztesen hagyták el a játékosok a pályát. Szeptember 27-én hazai környezetben javíthat a vasutas, a Bócsa elleni találkozó 16 órakor kezdődik. Szeptember 20-án a Vajdasági Zomborban vendégszerepelt a Jövő Bajnokai Diáksport Egyesület serdülő fiú csapata a helyi KK Sokos Egyesület meghívására. Az ellenfél játékának szerkezetét felmérve arra készült a félegyházi csapat, hogy a palánk alatt lehet több esélyük. A hazaiak alacsonyabb mezőnyemberei sok gondot okoztak a külső posztokon. Végig fej-fej mellett haladt a két együttes, a második és a negyedik negyedet megnyerték a Jövő Bajnokai, így végül 4 pontos, 55-51 arányú győzelmet arattak. Az ünneplés azonban nem volt felhőtlen, ugyanis az utolsó előtti percben Gémes Kristóf blokkolás után olyan szerencsétlenül ért talajt, hogy kéztörést szenvedett. Tájékoztatta szerkesztőségünket Simon Zoltán, szakosztályvezető edző. Megnyerte a 2014-2015-ös idény első hazai mérkőzését az Astra HFC női futszál csapata a BME ellen. A mérkőzés első félidejében jó játékkal 4-0-ás előnyre tettek szert a lányok. A második játékrészben feljavultak a vendégek és 2 gólt is szereztek, így alakult ki a 4-2-es végeredmény. Ezen a találkozón még látszott az összeszokottság hiánya, de a szakvezetés szerint idővel ismét a régi arcát mutatja majd a csapat. A bajnokságot címvédőként kezdte meg az Astra. Az első fordulóban az egyik legerősebb ellenfél a Rába Eto otthonában léptek pályára a lányok, és 6-2 arányban vereséget szenvedtek. A csapat az elmúlt hétvégén hazai közönség előtt javíthatott. Az első játékrészben már-már nyomasztó félényben játszott az Astra, a BME csak elvétve tudott támadásokat vezetni. Szabó Boglárka 2, Gál Tímea 1 gólt szerzett, majd egy öngóllal alakult ki a 4-0-ás félidei állás. A folytatás már nem úgy alakult, ahogy a lányok eltervezték. Újabb találatot nem tudtak szerezni, viszont az ellenfél kétszer is betalált. Az Astra így is megérdemelten szerezte meg a győzelmet. Elkezdtünk kapkodni, nem tudom, hogy miért. Talán egy picit talán fáradtunk is. Én is úgy éreztem, hogy kicsit én is fáradtam. De nem tudom, hát voltak helyzeteink, be kellett volna rúgni. De így is úgy ezzel megérdemelten győztünk. A győzelem ez egyértelmű, hogy megérdemelt. Bennetek van ez, akik válogatott voltak, azoknak a fáradtsága most jöhetett ki? Hát én nem érzem. Nem érzem, hogy most ez jött volna ki. Én már elég régóta, már lassan 4 hónapja nem futcáloztam. Azért nehéz volt visszatérni megint futcálozni. Az Astra vezetőedzője mérkőzés utáni értékelésében elmondta, erőnlétileg és mentálisan javulniuk kell a továbbiakban. Dombó János a nagyarányú labdabirtoklást pozitívnak tartja, ugyanakkor a kapus teljesítmény is kiemelkedő volt a mérkőzésen. Az elmúlt héten elszenvedett vereség tapasztalatait felhasználva bízik a szakvezetés abban, hogy ismerve a mezőny erősségét, nem fog veszélybe kerülni a bajnoki cím megvédése. Én azt kell, hogy mondjam, hogy egy izgalmas, változatos mérkőzés volt, tehát nagyon jó csapat.
az ellenfél, azt kell, hogy mondjam. Főleg így, hogy egyesültek ugye két klubból, a Dunakeszi Kinizsi megszűnésével, eleve a Galaxis, akkor még Galaxisnak hívták a BME csapatát, ők egyesültek, számtalan futsal válogatottat sorolt, tudhatnak a soraikban, nem is tudom, 4-5 biztosan. Tehát egy rendkívül jól felkészített, összerakott csapat, izgalmas mérkőzés volt, mind a két oldalon fantasztikus kapusbravúrok voltak, szép gólok voltak, azt kell, hogy mondjam, jó meccs volt. A női futsalbajnokság harmadik fordulójában az ELTE csapata lesz az Astra ellenfele. A találkozóra szeptember 27-én szombaton 16 órakor kerül sor a Kész Arénában. A bajnoki tabellát a 6 pontos hajdúböszörmény vezeti, az Astra 3 ponttal az 5. helyen áll. Hárman megsérültek, amikor két személygépkocsi összeütközött az M5-ös autópálya Szeged felé tartó oldalán Kecskemét közelében hétfőn, tájékoztatta a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI-t. Árvai Edina közleménye szerint a helyszínel és idejére a 92-es kilométer szelvénynél csak a belső forgalmi sávban haladhattak a közlekedők. Kedves nézőink, híradónk végén következzenek ismét fontosabb híreink egy-egy mondatban. Ünnepélyes keretek között átadták a Komplex Teleprogram részeként megvalósult csillagszolgáltató pontot. Beszédet mondott Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára és Kapus Krisztián, Félegyháza polgármestere. Szeptember 20-án tartotta meg a Haleszi és a Nagyszőlő úti gazdakör a szüreti felvonulást Félegyházán. A látványos programon közel 30 fogat vett részt. A hagyományőrző rendezvény este szüreti mulatsággal ért véget. 4-2 arányban megnyerte a 2014-2015-ös idény első hazai mérkőzését az Astra HFC női futszál csapata a BME ellen. Ezen a találkozón még látszott az összeszokottság hiánya, de a szakvezetés szerint idővel ismét a régi arcát mutatja majd a csapat. Ez volt a Kiskun Krónika szeptember 22-én. Maradjanak velünk továbbra is, hamarosan megtudhatják, hogy milyen idő lesz holnap. Hírmagazinunk ismétlését ma este is 8 órakor, 10 órakor és 11 órakor láthatják, továbbá holnap reggel 7 órakor és délben. Friss hírekkel pedig kedden 19 órakor várjuk Önöket. Addig is, ha tehetik, látogassanak el weblapunkra a www.félegyházitv.hu címen, ahol korábbi adásainkat újra nézhetik és hozzá is szólhatnak tudósításainkhoz. Én minden munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, szép estét, jó pihenést, viszontlátásra! Eleinte még többször megnövekszik a felhőzet, később az időnkénti felhősödést már sok napsütés kíséri. Zápor kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 11 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul.